Azt hittem, hogy minden vágyam, hogy újra videókat készítsek, de most, hogy bekapcsoltam a kamerát, elképesztően rozsdásnak érzem magamat, és nem tudom, hogy hogyan álljak neki. Egy csomó érdekes dolgot fogok ma csinálni, és úgy gondoltam, hogy magammal viszlek titeket, de fogalmam sincs, hogy mi lesz ennek a vége így. És azért furcsa ez, mert live-olni, ugye live-olok minden hónapban, és abban így teljesen magabiztosnak érzem magamat, és tök szívesen beszélgetek veletek. És most, hogy így arccal vagyok itt, egy egészen más élmény ez most. Mindegy, azért végigcsinálom minden diszkomfort ellenére, aztán lesz, amilyen lesz. Ugye azt szokták mondani, hogy ha valami diszkomfortos, akkor ez azt jelzi, hogy jó, és csinálni kell, úgyhogy reméljük, hogy jó, és csinálni kell. Mit fogunk ma csinálni? Ma már felvettem egy videót, úgyhogy újabb content is várható lesz a csatornán. Úgy gondoltam, hogy ha ezt felveszem előre, akkor majd a vlogolás is egy kicsit jobban fog menni, így bemelegítek vele. Szerintem ez nem sikerült, de nem baj. Legalább bár ennyit csináltam ma. Hát itt a már emlegetett webshop frissítésemmel fogunk ma foglalkozni, vagy abba szeretnék ma elmélyedni egy kicsit. Elkészültek már a mitikus állatok, végre mind a 12 elkészült, úgyhogy ezeket szeretném befotózni, és a webshophoz fogok egy-két mockupot fotózni, majd erről beszélek egy kicsit többet is, amikor oda jutunk. És van két képeslap, amit szeretnék még megfesteni. Ezek ilyen fel vannak vázlatolva, ebből most semmit nem látok. Ezeket szeretném ma veletek együtt kifesteni. Egyébként most már itt éppen ebéd után vagyok, úgyhogy most már nem mondhatom, hogy itt a nap kezdetén járunk, de azért még csak 2 óra van, úgyhogy elég sok mindennek bele kéne férni a mai napba. A fények ideálisak egy jó kis fotózáshoz, mert nem süt a nap, vagy hát felhős az idő, de nem is ez a bújócskázós idő van, ilyen jó kis szórt fény áll rendelkezésre. Időközben bekészültem itt a fotózásra. Látszik is, hogy mekkora a kupit csináltam itt a szobában. Ott lent láthattak mindenféle háttereket, ezek ilyen kartonok, amiket fotóháttérnek tök jól lehet használni, mert színezettek, és azt találtam ki, hogy a mágikus állatokhoz egy ilyen halvány lila hátteret fogok alkalmazni, ami most itt tökre nem jön ki a képen, de higgyétek el nekem, mert hogy ugye elméletileg a lila ez a mágia színe lenne. Az egyetlen probléma, hogy mivel ezeket a kartonokat ugye feltekerve tárolom, ezért ott teljesen meghuplisodott. Úgyhogy most ezt a toltartót így rá fogom bígyeszteni. Meglátjuk, hogy ez jó lesz-e, vagy sikerül-e a képből kilógatni. Amit még itt láthatok, itt van mindenféle eszköz, plusz eszköz nekem. Ezeket a kis klipszeket, ezeket szerintem már ismerhetitek különböző fotóimról. Még találtam kristályokat itthon, ami szerintem még így hasznos lehet. Akkor vannak ezek a csillag alakú flittereim, amiket szoktam még használni. Szerintem ez a mágiás témához tök jól passzol. És van egy washi tépem, ilyen kis csillagos, amit még semmire nem használtam, de olyan jól néz ki. És van ez a naptár, ez ugye, amint látható, ez ilyen fehér színű dolog, és így fogom elkészíteni a fotókat, és erre fogom digitálisan rámontírozni majd a naptárnak a vázlatát, mondjuk így, és így tudom megcsinálni úgy a fotókat, hogy effektíven konkrét naptár nincs a kezemben. Egyébként ez egy régi 2019-es naptárnak a hátoldala, amit erre használok. Íróasztalom, amit már biztosan ismertek.
És biztosan ismeritek ezt a rendetlen szekrényt is, ami itt van. Itt mindenféle sketchbookok vannak, és ilyen napi használatban lévő festékek, paletta, fülhallgatók, ilyen-olyan dolgok. Itt a szkennerem, szintén elkészült festmények, és ez itt, ez egy nagy stóc festmény, ami már több éve gyűlik, és most ezt szeretném átnézni veletek, hogy ebben mégis mi van, mert az utóbbi időben már csak így dugdostam bele állandóan az újabbnál újabb képeket, és fogalmam sincs, hogy mi van benne. Szóval régebben, még nagyon régen, mindig év szerint kategorizáltam a rajzaimat, és mindig voltak mappáim az adott évekre, amiben összegyűjtöttem az összes akvarellt, amit az adott évben készítettem. Viszont mostanában annyira ellustultam, hogy szerintem 2020 óta ezt abszolút nem csináltam meg, úgyhogy hát, ha másra nem jó ez a mai átnézegetés, akkor arra biztosan, hogy legalább év szerint kigyűjtsem azt, hogy mikor, milyen alkotásaim készültek, és az az igazság, hogy meg kellene válnom jó néhánytól, ki kellene dobnom őket. Egyszerűen el kéne döntenem, hogy mi az, ami kukába megy, és mi az, amivel érdemes valamit kezdeni. Itt mindjárt van is egy érdekesség, ezt tavaly egy naptárból vágtam ki, ugye volt ez a erdei állatos naptár, és úgy gondoltam, hogy csinálunk belőle ezekből ilyen kis mini printeket, és ilyen giveaway formátumban elajándékozom, hát aztán bedugtam őket ide, és nem történt ebből semmi, pedig amúgy ez egy jó ötlet lett volna. Ezek a koszorúk, ezek workshopokon készültek, majdnem minden akvarell workshopon készítek egy ilyen koszorút, és hát baromira nem tudom, hogy mit csináljak vele. Ezek például dátumozva sincsenek, tehát nem tudom, hogy mikor készültek. Ez egy 2020-as darab, ezt sikerült feldátumoznom. Ez egy esküvői meghívóhoz készült. Ó, még egy adag erdei állatka. Nem tudom, hogy mit kezdjek velük, sajnos. Ezek ugye az idei színezők, sablonok, amiket festünk. Hát ezektől szerintem megválok. Igazából digitalizálva van már az összes. Ugye ezt emlegetem, meg állandóan feljön, hogy baromi kevés helyem van, és nem tudom eltenni az összes képemet, meg az összes festményemet. Muszáj kidobnom néhányat, vagy hát nem tudom, volt, aki azt mondta, hogy szívesen látna belőlük aukciót. Lehet, hogy valami fajta aukcióra bocsájtom őket. Ez a koszorú, ez is valami, ez még egy régebbi akvarell workshop kapcsán készült, de szerintem ez kuka. Van is egy ilyen valami papírhibás lap ez. Ezek pedig ilyen különböző textúrák, amiket csak úgy festegettem, és aztán beszkenneltem őket, és ilyen nagyon magas felbontásban, és digitálisan használgatom fel őket, de szerintem erre sincs nekem most már semmi szükségem. Úgyhogy ez is a kuka stócba kerül. Ó, szintén esküvői grafika már be van szkennelve, és úgy van felhasználva. Itt meg ugye volt üres hely a lapon, úgyhogy ide is textúrát festettem. Arra jutottam, hogy én most megszentségtelenítem ezt, és körbe fogom vágni, és lehet, hogy ilyen webshop rendelésekhez ajándékként hozzá fogok csatlakoztatni egy-egy ilyen darabképet, és akkor adott esetben bele lehet ragasztani sketchbookba, naplóba, bármi ilyesmivel, és ilyen kis ajándékként fogom ezeket az eredetieket elküldeni. Mert egyébként ezzel a szőlővel nincs nagy bajom,
nem mondom, hogy egy különösebben csúti-szupi alkotás, be van szkennelve, úgyhogy nekem digitálisan megvan, de Isten igazából így ebben a formában nincs rá szükségem, úgyhogy ezt így lehet, hogy majd egyszer valakinek elküldöm. Van itt két sajt, ez a kék sajt, ez szerintem értelmezhetetlen, de ez a lyukacsos, ez nem olyan rossz, úgyhogy ezt is megtartom ilyen kivágott formában. Arra is gondoltam, hogy esetleg csinálok ilyen zsákba macska csomagokat a webshopba, vagy akár így Patreonon, most ez egy ilyen, nem tudom, hogy a Patreon most mennyire jó ötlet, hogyha az ember most áll neki ilyen gazdasági helyzetben Patreon csinálni, de már egy olyan jó ideje gondolkozom rajta, és hogy csinálnék ilyen zsákba macska csomagokat, amiben belecsomagolnék mindenféle jóságot, és esetleg mondjuk ilyen eredetik simán belemennének. A kék sajt az viszont kuka, az nekem nem tetszik. Most úgy teszek, mint aki ilyen csoda organizált, és betettem egy ilyen iratbugyiba a 2019-es alkotásokat, itt vannak a 2020-osok, és itt vannak a 2021-esek, és ezt ebbe a csodaszép gyűrűs mappába fogom lefűzni. Aztán itt a földön mellettem van már egy adag cucc, amit a kukába szánok mindenképpen. Egyrészt sokkal szigorúbbnak kellene lennem, és sokkal több mindent kellene kidobnom, hogyha egyszer ráveszem magamat arra, hogy tényleg egy ilyen aukciót összehozzak, akkor mindenképpen szigorúbban fogok szelektálni. Másrészt sokkal több munkám is született ezekben az években. Ezek csak azok a rajzok, amik úgy elfeküdtek, amikkel úgy nem tudtam mit kezdeni. És most végre ilyen szuper organizált állapotba kerültek, és mehetnek be a polcra. Hát durván sokkal több helyen maradt. Abban a kis mappában most már csak az idei munkák vannak, meg egy-két dolog, ami még nem tudtam eldönteni, hogy hova tegyek, de sokkal több hely van, úgyhogy most végre folytathatom a festést, és megint dugdoshatom a mappába az újonnan elkészült képeket. Időközben 17:30 lett, és egy kicsit most már el vagyok fáradva, de ezt a képeslap festés témát még legalább az egyiket mindenképpen szeretném letolni, aztán szerintem el fogok köszönni, de arra még mindenképp maradjatok velem. Az a nagy helyzet állt elő, hogy odakint egyre sötétebb van, valami nagy felhők közelednek, és egyre inkább azt érzem, hogy felkapcsolnám a villanyt, és egyre inkább zavar, hogy az arcomban van a kamera. Úgyhogy szerintem ezen a ponton én most elköszönök, de mindenképpen meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan sikerült a kis képem, a kis őszi kép, és hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és gyertek máskor is! Sziasztok!